A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei hegyes halomnál február 19-én egy montenegrói rendszámú busz ellenőrzésekor több mint egy kg marihuánát találtak. A montenegrói busz 40 utasának csomagjait már átvizsgálták a járőrök, amikor a sofőr alvó helyén egy névvel ellátott táskát találtak. A podgyász tetején kolbász volt, alatta egy sál és egy fekete sportzsák köré hajtogatott bőrkabát, amely egy ragasztószalaggal körbetekert csomagot rejtett. A pénzügyűrök kábítószerkereső kutyával ellenőrizték a buszt. A csomagban lévő közel 1,2 kg ismeretlen eredetű növényi anyag esetében elvégzett gyors teszt mariuánát mutatott ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóságának pénzügyőrei a 3 millió forint fekete piaci értékű kábítószert lefoglalták és feljelentést tettek a rendőrségen.